Donát Anna, a Momentum európai parlamenti képviselője szerint az EU vakcinaútlevéllel kapcsolatos szabályozási javaslata hátrányosan megkülönböztetné azt a több mint 1 millió magyart, akiket keleti vakcinákkal oltottak be. Az Európai Parlamentben ma szavazásra bocsátott javaslat, amelyet több frakció is támogatott, uniós szinten törölné el a védettségi igazolvánnyal rendelkezőkkel szemben az olyan utazási korlátozásokat, mint a karantén elrendelése vagy a negatív teszt felmutatásának kötelezettsége határátlépés esetén. A javaslat viszont csak az Európai Gyógyszerügynökség által jóváhagyott vakcinával beoltottak számára törölnék el automatikusan uniós szinten az utazási korlátozásokat. Hogy a felmentések vonatkozhatnak-e azokra, akik mondjuk Sputnik V vagy Sinopharma vakcinát kaptak, azt minden tagállam maga dönthetné el, mint Donát írja, fontos tisztázni, hogy a vakcinaútlevél megnevezés elég félrevezető, mert az utazást nem korlátozná, vagyis a keleti vakcinákkal beoltott magyarok a javaslat szerint is tudnak majd utazni az EU-n belül, viszont ha egy tagállam úgy dönt, akkor a Sinopharm vakcinát kapott magyar állampolgároknak negatív tesztet kell felmutatniuk vagy karanténba kell vonulniuk beutazás esetén. Orbán Viktor vakcinabeszerző politikáját joggal lehet kritizálni, átláthatatlanul, túlárazva, baráti cégek zsebét tömködve szerzett be védőoltásokat. Majd uszító és hazug propagandával vezényelte az egész oltási kampányt, kizárólag a politikai hasznot keresve mindenben, írja a képviselő. De szerinte az EP-nek fontos megértenie, hogy Orbán Viktor nem egyenlő Magyarországgal, és nem egyenlő azokkal a magyar emberekkel sem, akik aktívan cselekedve a közösségük védelméért, beoltatták magukat a felajánlott keleti vakcinákkal. Donát bejegyzésében arra is felhívta a figyelmet, hogy ha az Európai Parlament a jelenlegi formájában meg is szavazza az EU és védettségi igazolványt, még nem jelenti azt, hogy az feltétlenül ebben a formában fog hatályba lépni. Az európai jogalkotás menete szerint ugyanis még a tagállamok képviselőit tartalmazó tanácsnak is rá kell bólintania erre a megoldásra.